Magyarországon 2000 óta tartjuk az energiatakarékossági világnapot. A fogyasztás csökkentése nem csak országoknak és különböző szervezeteknek lehet fontos, hanem egyéni szinten is hasznos lehet. Amikor nem tartózkodunk a szobában, akkor lekapcsoljuk a lámpát, fölöslegesen nem használunk semmilyen gépet. Van, aki energiatakarékos égőt használ. Eleve energiatakarékos égőink vannak, és hogyha ezt egyszer felkapcsolt az ember, akkor jobb, ha úgy hagyja, nem lefölkapcsolgatja. A napkollektorok és a napelemek is praktikusak lehetnek az alternatív források kiaknázásában. Azt mondták, hogy nagyon jó, hogy sokkal kevesebbet fizetnek, ilyenek. A fűtés tekintetében is különböző módokon tehetjük gazdaságosabbá háztartásunkat. Úgyhogy mindent, ahol nem megy vezeték, azt a szobát lezárok. Tehát ott a fűtést kikapcsolom, és azt a szobát lezárom. Többen igyekeznek csökkenteni a vízfogyasztást is otthonukban. Ez hozzájárulhat a vízkészletek megőrzéséhez és a környezetvédelméhez is. Megpróbálunk azzal is spórolni vízzel, úgyhogy azt mindenképpen, amennyire csak lehet, azért minimálisan. Persze, ami szükséges, azért azt azért fogyasszuk. A személyes takarékoskodás nem csak az egyén számára lehet célszerű, hanem a tisztább és zöldebb jövő érdekében is fontos lehet.